Az 1600-as évek végén, 1700-as évek első felében Magyarországon alapított kamalduli kolostorok közül egyedül a mai kimaradt fenn szinte változatlanul, komolyabb átalakítás nélkül. Egyedül ez a telep őrizte az eredeti kamalduli koncepciót. Kis remetelakok, templom köré csoportosuló együttese, mellette a világiakat is kiszolgáló konvent épülettel. Közép-Európában sehol máshogy nem lehet látni hasonlót. Ám Majkot korán sem csak a néma barátok egykori csöndes remetesége teszi különleges helyé. A műemlék együttestől délkeleti irányban a szántóföld melletti kis erdő mélye arról árulkodik, hogy a kamalduli alapítás előtt kereken fél évezreddel már megtelepedtek itt szent életű emberek. Ebben az erdőben a föld mélye a legbeszédesebb, ahová sajnos nem láthatunk be. De ha az 1980-as évek elejé felvételeken megidézzük az akkor történt régészeti feltárást, mindjárt érzékelhetjük, hogy tekintélyes romok és alapfalak között járunk. Az 1982-84 között zajló ásatásokra nem egy tervszerűen végzett folyamat részeként került sor, hanem azért, mert pár évvel korábban majd körül barna szénbányászati munkák kezdődtek a mélyben, és a talajmozgások veszélyeztették a középkori premontrei prépostság romjait. Így aztán a bányakárok költségének a terhére Juan Cabello régész vezetésével itt az erdő fái között feltárták a kolostor maradványait. A romok természetesen mindig is ismertek voltak, de az első tudományos igényű kutatásra a 19. század második felében került sor, amikor Rómer Flóris, majd Nácz József felmérték a területet. Az 1980-as évek elejé ásatások során készült alaprajz, legalábbis ami az egykori templomot illeti, igazolta megállapításaikat. Az 5-5 pillérrel három hajóra osztott templom bazilikális elrendezésű volt. Méreteiben leginkább a Bélapát falvi ciszter kolostor templomához hasonlítható. Hatalmas és díszes építmény lehetett, amelyhez délről kolostorépület csatlakozott. Ma az egyetlen földfelszínen megfigyelhető maradvány ez a félköríves kőrakás. A templom alaprajzán szentély három félkörívben záródik. Ez itt a középső, a főszentély falazata. Ennek a fal részletnek az ismeretében ma is egészen jól betájolható, hogyan helyezkedett el a templom ezen a területen. Egy iránytűt használva felfedezhetjük azt a nagyon érdekes tényt, hogy a templom főtengelyét csaknem pontosan kelet felé tájolták. A középkorban igyekeztek a templomokat úgy építeni, hogy lehetőleg a szentélyük kelet felé mutasson. Igen ám, csak hogy a 12-13. Században, amikor a prépostság épülhetett, még nem ismerték, nem használták az iránytűt. Annak, hogy a templom tájolása mégis nagy pontossággal keleti, két lehetséges magyarázata van. Egyrészt elképzelhető, hogy az építészek napi egyenlőségkor tűzték ki a főtengelyt, vagyis március vagy szeptember közepetáján. Ilyenkor ugyanis a nap pontosan a keleti irányban bukkan fel a horizonton, míg az év többi napján ettől északra vagy délre. A másik lehetőség, hogy a kolostor patrónusának ünnepnapján figyelték meg a napfelkeltét, és ahhoz igazították a templom főtengelyét. A premontrei prépostság pártfogója Szűz Mária volt, akinek szeptember 8-ai születésnapja igen közel esik az őszi napi egyenlőség időpontjához. Ha a távolban erdők nehezítették a látóhatáron megjelenő nap megfigyelését, akkor az ebből adódó hibával együtt nagyon is elképzelhető, hogy a Védszent napján, tehát szeptember 8-án kellett telték a templomot. Az eseménynek szakrális jelentősége lehetett, ugyanis a hívek úgy vélték, hogy szeptember 8-án a kelő napban maga Mária mutatkozik meg.
Az 1100-as években sorra létesültek a francia eredetű premontrei rend monostorai Magyarországon. Vezetőjüket prépostnak hívták, innen a prépostság elnevezés. A premontrei szerzeteseket fehér kanonokoknak is hívták, öltözékük színe miatt. Milyen érdekes, pár évszázaddal később a kamalduliak is fehérben jártak itt. A maiki prépostság építésének idejét nem ismerjük pontosan, de az 1200-as években többször felbukkan különböző iratokban, legelsőként a premontreiek 1235-ös kolostor katalógusában. Egyszer s mind ez Maik első írásos említése is, akkor még Moik alakban. A későbbiekben több oklevélben is olvasható a hely neve ilyen formán. Sem a prépostság alapítója, sem későbbi kegyurai nem ismertek, de bátran feltételezhetjük, hogy alig hanem a Vértes vidékét birtokló Csák családban kell kutakodnunk. Az 1100-as évek elején éppen ők alapították a Maiktól mintegy 10 kilométerre, ugyancsak az erdő mélyén található Vértes Szentkereszti Bencés apátságot. A maiki prépostság hiteles helyként működött. Rang volt ez, hiszen a 13.-14. században nem érte el a százat az úgynevezett bizonyságtévő helyek száma. A hiteles helyeknek joga volt különböző okmányok, oklevelek, végrendeletek kiadására, másolására. Tulajdonképpen a mai közjegyzőségek ősei voltak. Kezemben egy 1910-ben megjelent könyvet tartok, amelyet Nics Árpád János írt Maik történetéről, az akkori grófnak, Eszterházi Miklós Móricznak. A kötetben megtalálható annak az 1289-es okmánynak a latin nyelvű szövege, amelyben Zigvi Joachim fia Ivánka ispán tesz végrendeletet, méghozzá a maiki prépost előtt. A dokumentum függő pecsétjén, ami időközben elveszett, a Sigillum Capituli de Maik körirat volt olvasható, és a kolostor pártfogóját, a gyermek Jézust a karjában tartó Szűz Máriát ábrázolta. Középkori királyaink előszeretettel vadásztak a vadban gazdag Vértesben. Egy ilyen alkalommal 1388 őszén Zsigmond feleségével Máriával egészen biztosan Maikon tartózkodott, mivel innen keltezett egy oklevelet, ami máig fennmaradt. Írott források utoljára 1516-ban említik a maiki prépostságot. Sorsa ezután megpecsételődött, hiszen a Vértes vidéke a török hódoltság határterülete lett. Az állandó portyák miatt ez a táj néptelenné vált, lakói akárcsak a szerzetesek elmenekültek Maikról és Vértes Szentkeresztről is. Maik egyébként véres harcok színhelye lehetett, mert az 1800-as évek elején, amikor a kastély zöldséges kertjét kialakították, számos magyar és török fegyver, valamint emberi maradvány került elő. A premontrei kolostor 1980-as évek elejé ásatásán is találtak sírokat, bennük az 1200 és 1400-as évek között temetkezett szerzetesek maradványaival. 1990-ben Kulcsár Emil Miklós, a maiki remeteség legendás gondnoka és kutatója, a kastélyépület egyik szobájában zsákokat mutatott nekem. A zsákokban koponyák sorakoztak. Ez volt az első találkozásom a premontrei prépostság régészeti leleteivel. Ám itt a kolostorom melletti szántóföld területén is lépten nyomon előbukkannak cseréptöredékek, kisebb edénydarabok, faragott kövecskék, amik azt jelzik, hogy az erdőt akarta maradványok közelében, ide a szántóföld területére húzódva, talán egykoron kiszolgáló épületek is állhattak. A 40 évvel ezelőtti ásatáson előkerültek használati tárgyak is, amelyek egy része korábban a maiki kastélyban volt látható.
Érdekesség, hogy két évszázaddal a prépostság megszűnése után 1717-től III. Károly király adományozni kezdte a mai kicímzetes prépostságot. Az utolsó egyházi férfi, aki ezt a címet viselte, Sámuel Alajos, Pest József városi plébános volt. Ez a lenyűgöző madártávlati rajz az 1700-as években készült a tervezett mai kikamalduli remeteségről. A kép sarkában a rajzoló a premontrei prépostság romjait örökítette meg. Joggal adódik a kérdés, ha az épületek a 18. században ilyen nagy tömegükkel álltak még, akkor mégis hogyan tűnhettek el szinte nyomtalanul? Nos, a kövek eltűnésének története rávilágít a két majki kolostor, a premontrei és a kamalduli közötti kapcsolatra is. Nincs Árpád János így ír 1910-es könyvében. A kamalduli remeték 1733-ban még egész terjedelmében láthatták a kvadrátkövekből épült alapfalakat. Saját építkezéseikhez részben innen is szállították az anyagot. A falak utolsó maradványait, valamint az alapköveket azonban csak akkor kezdték széthordani, amikor a kamalduli remeteség megszűntével majk bérlői az utak javításához, falkerítésekhez használták föl a majki prépostság utolsó nyomait. A még szétszórtan megmaradt kövekből a múlt század 60-as éveiben egészítették ki a megrongált falkerítéseket. A hely újkori elvadultsága 2015-től kezdett megszűnni, amikor a zsámbéki premontreiek kitakarították a területet, és az oroszlányi király Ferenc földmérő segítségével kitűzték a templom tengelyét. Azóta tájékoztató táblákat, kereszteket állítottak, ülőhelyeket készítettek és fákat is ültettek a tisztásra. Az ide látogató így már meg is pihenhet itt, és képet kaphat arról, mi bújt meg évszázadokig ebben a kicsinke erdőben. Talán egy hamarosan elkövetkező feltárással a nagyközönség számára is látogathatóvá, bemutathatóvá válik a középkorban bő 300 évig itt működő premontrei kolostor. Sokan reméljük, hogy ez hamarosan így lesz, hiszen egészen különleges, hogy 10 kilométeren belül három építészetileg és művészetileg is ritkaságszámba menő szerzetesi rendház található.